Jó napot kívánok! Nagyon sok tisztelettel köszöntök minden kedves jelenlévőt a Magyar Kultúra Napja alkalmából. Mint ahogy lenni szokott minden évben, ezen a napon itt találkozunk, a Szódi Imre szülőháza előtt. Ebből az alkalommal szeretném felkérni Farkasné Sinka Dóra képviselőasszonyt, mondja el ünnepi gondolatait. Köszönöm a felkérést, és köszönöm a lehetőséget. Tisztelettel köszöntök minden megjelentet. Kölcsey Ferenc 200 éve fejezte be Himnusz című költeményét. Ezen történelmi jelentőségű eseményre emlékezve január 22-ét a Magyar Kultúra Napjaként ünnepeljük. A himnusz összeköti mind a Kárpát-medencében, mind a világ számos szegletében élő magyarságot, kikkel közös az anyanyelvünk, szellemi és kulturális értékeink. Sokat gondolkodtam, mit is mondhatnék, hiszen műszaki beállítottságú lévén a költészet, a művészetek igen távol állnak tőlem. Ahogy egyre mélyebb rástam magam a témában, rá kellett jönnöm, hogy a magyar kultúra rendkívül színes és sokrétű. Büszkén emlékezhetünk mindarra, amivel elődeink az évezredek alatt gyarapították kulturális értékeinket. Tesszük ezt most is dr. Aszódi Imre költő szülőházánál, aki a magyar kortárs irodalom fejlesztéséért 2004-ben a Magyar Kultúra Lovagja kitüntetettje lett. Kultúránk átszövi a mindennapi életünket, hiszen kultúrája van az étkezésünknek is. A magyar konyhaművészet a magyar kultúra egyik kiemelkedő eleme, amely változatos, kreatív ételféleségekkel egyedi és karakteres ízvilággal büszkélkedhet. Táplálkozási szokásaink kialakításával, változtatásával mi magunk is észrevétlenül formáljuk, éltetjük. Így van ez a kultúra számos szakterületén is. Kassai Lajos szavaival élve, amikor a kultúra él, akkor élmény. Amikor halott, csak információ. Szomorúan tapasztalom, hogy a mai rohanó világunkban oly kevesen kapcsolódnak be lakóhelyük vérkeringésébe. Élőhelyük csupán lakhely. Ezért mindenkit arra biztatnék, hogy vegyen részt aktívan hagyományaink, kultúránk éltetésében, alakításában, hogy a jövő generáció számára is épüljön be a mindennapi életbe, ezzel értéket teremtve, és ne csupán adatok maradjanak. Nagyon köszönöm, hogy engem érhetett a megtiszteltetés, hogy gondolataimat megoszthassam eme nemes alkalomból. Mondandómat Spiró György idézetével szeretném zárni. A kultúra nem valami fennkölt dolog, nem a messzi magasban kevesek számára rezgő délibáb, hanem a mindennapi élet szerves része. Köszönöm. Köszönjük szépen képviselőasszony gondolatait, és most pedig szeretném felkérni a jelenlévőket, hogy helyezzük el koszorúinkat, emlékezzünk a Szódi Imrére, Békés Szent András szülöttére, a magyar kultúra lovagjára.
dream.